Sziasztok! Ma szeretnék bemutatni nektek egy 6 perces kaját, amit az egyik olasz barátomtól tanultam. Rövid története annyi, hogy együtt játszottunk Dániában, reggel 5 óra felé mentünk haza, és azt mondta, Pasquale, éhes vagy? Mondtam, nagyon. Azt mondta, csinálok valami spagettit. Mondtam, de most, hát akkor ilyen nehéz kaját. Nem lesz nehéz, azt mondta, 5 perc alatt meg lesz. Na, mondom, oké. Na most ezt szeretném nektek megmutatni. A hozzávalókat először is. Tehát ez a klasszikus fél literes sűrített paradicsom. Akkor só, porcukor, fokhagyma, hagyma, normális hagyma, törött bors. Na most még azt szeretném mondani, hogy igen, és oregano. Még annyi lenne, hogy ez a hagyma, ennek nem tudom mi a magyar neve, az a neve, hogy scalogno olaszul. Viszont ugye sokan azt mondják, hogy fáj gyomruk a kis pocikájuk a fokhagymától. Na most mutatok egy titkot. A fokhagymának a belsejét, ha kiveszed, akkor nem lesz olyan erős az illat, és nem fog fájni a hasad. Nézd csak! Tehát ez a belseje. Látod? Ha ezt kiszeded, akkor nyugodtan eheted a többit. Na, akkor elkezdjük megcsinálni. Természetesen a nélkülözhetetlen olio di olive, extra vergine. Gyönyörű színe van. Illat. Felhevítjük egy picikét, és először majd bevetesszük hagymát. Scalogno. Presto, presto, gyorsan, gyorsan. Minden gyorsan szeretek csinálni. Kevés az idő. Általában 4-5 percig pirítom. De nem nagyon, figyelni kell, hogy ne égjen oda nagyon. Ez kevés az olaj, mit teszek hozzá picikét? Igen. Hallod ezt a szép muzsikát? Kényelő muzsika. Akkor picit lejjebb veszem, hogy ne égjen nagyon meg. Először ezt a hagymát pirítom, mert utána teszem majd bele a fokhagymát. De viszont a fokhagymát nem lehet sokáig pirítani, mert akkor olyan keserűs lesz az íze, akkor nem lehet. Ez most mennyi? Cirka egy perc? Na, akkor most hozzáteszem, ugye előtte szépen fokhagymát kipréseltem. Nyomóval, fokhagyma nyomóval, de lehet úgy is, hogy darabokban, attól függ, hogy ki hogy szereti. Még egy pici olaj. És közben, amíg ez sül, addig a tészta vízhez. Hozzáteszem ilyen nagyszerű sót. Ezt szoktam használni. Oké, ready. Oké, rendben van. Akkor most ehhez teszem hozzá a törött borsot. Ízlés szerint én cirka egyet szeretek rátenni, így. Arra vigyázni kell, hogy ne égjen oda, tehát egy picikét kapja csak meg, egy picikét, igen, legyen egy kis színe. Na most, amikor ez megvan, akkor teszem hozzá a paradicsom szószt.
valaki szereti hígabban, akkor lehet még hozzárönteni vizet, de én úgy szeretem az ilyen sűrű. Ehhez hozzáteszek egy kiskanál sót. És egy kiskanál porcukrot is. Ezt én így szoktam csinálni. Nincsenek szabályok, tehát teljesen szabadon, mint a dobolás. Na most, amikor nagyjából ez, akkor teszek hozzá egy csipetnyi paprikát. És illetőt kezdve szószal nem nagyon kell foglalkozni, ugye mert már egyet rottyant. Közben a vízünk szépen elindult a forrás felé, és már alig várja, hogy beletegyem a pásztát. És milyen pásztát teszek bele? Pappardelle. Wow! Ha? Szép, ha? Most ez a pappardelle, ez most ebbe van tojás, viszont ilyenkor egy pici olajat teszünk bele a vízbe, hogy ne ragadjon össze. De ha nem tojásos, akkor nem kell beletenni. Egy sima durumlisztből egy picit. Amikor elkészül a tészta, teríthetünk. Ez ki a tészta elkészül. Nagyon fontos, hogy al dente legyen, tehát ne legyen túl főzve, ilyen kvancsosan. Kiváló. Küldök egy kis szószt. Körülbelül ennyit szoktam. Un po' di parmigiano. Reggiano. Green, green. Sádiko. Na nehogy ne kóstoljon meg. De még előtte jobban csúszom a falat. Egészségetek vesz, amúgy na, Pasqualino, nézzük, mit csináltál. Nagyon forró.
Mamma mia. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Nagyon jó. Sziasztok.